Andrea hangja tölti be az estét Alsajos új szabadtéri létesítményének átadóján. Ő és zenekara volt az első, akik felléphettek a Varázserdő Varázserő nevű turisztikai látogatóközpont és rendezvény helyszín színpadán. Jól ismert helyszín ez. Egy rekultiváció során annó nézőtér alakult ki a hegyoldalban, amit a világ legfiatalabb amfiteátrumának neveztek el. Ennek a helynek nagyon komoly múltja van, és biztató jövője is, ugyanis évszázadokon keresztül a Vöröskő bánya működött itt a településen, ahol elődeink életét meghatározta nagyon sokáig az összes épület, sírkövek, dísztárgyak, mólók, kerítéseknek az alapját adta ez a jól megmunkálható anyag, és hát ebből éltek elődeink. A 2000-es évben rekultiválták a bányát, és létrejött egy amfiteátrum, azonban annak az állapota leromlott. Nagyon örültünk, amikor a megyei top uniós forrásnak köszönhetően 254 millió forintot elnyerve, és utána még újabb pályázatból 30 milliót, 50 milliós önerővel, 334 millió forintból kialakulhatott ez a valóban varázslatos létesítmény, amelyik egy turisztikai központ, rendezvény helyszín és egy interaktív erdő fogadóépülettel, büfével, kamaraszínpaddal, csodálatos erdővel, vöröskőszobrokkal, játékkal, programmal, játszótérrel. Szeptember 17-én került sor az ünnepélyes átadásra. A megyei önkormányzat nevében Vörös Marti Éva méltatta a 123 ezer négyzetméteres területen létrejött önfenntartó beruházást. Örömét fejezte ki, hogy a megyei önkormányzat a topos pályázat keretében kormányzati és Kondrát Károly képviselő támogatásával hozzájárulhatott a projekt létrejöttéhez. Én azt gondolom, hogy kedves alsóörsiek, ez a varázserdő és ez a szép színpad nem csak Alsóörsöt gazdagítja, hanem Veszprém megyét is. Hiszen ha megyénkben minél több településen ilyen és ehhez hasonló szép beruházások és fejlesztések valósulhatnak meg, akkor megyénk arculata is egyre színesebb, egyre változatosabb, egyre vonzóbbá tud válni az ide látogató turisták számára, Veszprém megye polgárai számára és természetesen a helyi lakosok számára. A varázserdőt dr. Kondrát Károly államtitkár országgyűlési képviselő adta át. Ha csak az elmúlt hetet nézzük, Alsóörs 16 ezer négyzetméter vízparti területet kapott Magyarország kormányától, és most pedig itt vagyunk ennek a gyönyörű létesítménynek az átadásán, és ugye az elmúlt 7-8 esztendőt, ha figyelembe vesszük, akkor egy folyamatos fejlődésnek voltunk a tanúi. Tavaly, 19 szeptemberében a Napló, a megyei újság úgy tudósított, hogy az alsóörsi csoda, jól mondom, polgármester úr, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó alsóörsért dolgozni, jó a választókeretért dolgozni, jó ezekért a településekért, és még egy gondolatot engedjenek meg, hogy a Balaton az közös legnagyobb nemzeti kincsünk, legnagyobb természeti kincsünk, és az elmúlt két esztendőben nem csak a Covid miatt, de nyilván a Covid járvány is hozzájárult ehhez. A Balaton volt a turizmus, a magyar turizmusnak a csúcspontja, a zászlós hajója, a fellegvára, mindent el lehet mondani. És nagyon fontos az, hogy ne csak maga a tó, meg a vízparti területek legyenek olyan helyzetben, hogy olyan érményeket nyújtsanak az ide látogató vendégeknek és a helybelieknek, amelyek méltán alkalmasak kikapcsolódásra, szép élmények megszerzésére, hanem legyenek ilyen kuriózumok és egy olyan területek, olyan kínálatok turisztikai vonzerőben, mint ez a varázslatos varázserő turisztikai látogatóközpont. Én szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ennek a létrehozásával dolgozott. Köszönjük a megyei önkormányzatnak a segítségét, Éva, kérlek, add át elnök úrnak a köszönetünket. Köszönjük az Uniónak, köszönjük Magyarország kormányának, Alsőrs vezetésének. Hadd mondjak egy mondatot ezzel kapcsolatban, hogy Alsőrsnek nagyon jó képviselőtestülete és kitűnő polgármestere van. Azt gondolom, hogy ezek az eredmények is ezt mind igazolják. Én azt tudom ígérni, hogy a jövőben is szívesen dolgozom együtt önökkel a közös céljaink valóra váltásáért. Isten éltesse Magyarországot, Isten éltesse Alsőrsöt. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Nagyon sok segítője volt ennek a programnak, és a magyar kormány, az Unió és Kontrát Károly országgyűlési képviselő úr, illetve a megyei önkormányzat Polgárd Imre elnök úr és Vörös Marti Éva alelnök asszony, aki egyébként helyi, támogatásával a képviselőtestület döntése nyomán az önerő, illetve a helyiek közös gondolkodásából nagyon sok közreműködő és segítő jóvoltából jöhetett létre ez a nagy mű. Ez az összefogás eredménye, ebben mindenki részt vett a előkészítésnél, a pályázatíró, tervező, műszaki ellenőr, közbeszerzési tanácsadó, a kivitelező, a helyi képviselőtestület, a turisztikai egyesület, és mindenki, aki bátorított minket, hogy van jövője ennek a csodálatos helyszínnek, ahogy mondtam, amelynek nagyon nagyra becsült hagyományai is vannak és múltja. Kiválasztottuk az üzemeltetőjét a helynek, aki egy helyi vállalkozás, nagy szabású tervei vannak, és bevon stratégiai partnereket is. A Pannonvár Színházat, a kultkikötőt, ami a rendezvényeket érinti, de vannak egyébként olyan elképzelések is más helyi kötődési művészek révén, amelyik országosan egyedülálló programokat kínál majd a jövő esztendőben, illetve a Riviera Turisztikai Egyesületet az interaktív résznek a segítségére vonta be Dobrosi Zsolt, a cég képviselője. Nagyon várjuk, hogy ugye most átadjuk, de igazából az őszi időszakban kisebb volumenű eseményekre kerül sor. Mindenki megismerheti ezt a csodálatos varázserdőt, és hát a jövő évben pedig koordinálva a programokat a települési egyéb eseményekkel egy nagyon különleges helyszíne lesz a településnek, és szerintem a térségnek is. Egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahol a családok együtt lehetnek. Az együtt az nagyon fontos azon, főleg a mai világban, hogy a gyerek és a szülők azok ne egymástól külön töltsenek el hasznos időt, hanem együtt töltessék mindezt. Ez a tér, amit létrehoztunk, ez bízom benne, hogy ezt lehetővé teszi, hiszen akár három lábat is említhetünk, hiszen van egy színpad amfiteátrum részünk, ahol koncertek, előadások, színházi műsorok valósíthatóak meg. Van egy digitális játékterünk, ez a közel 2 hektáros területen, ahol az erdőben a családok, a gyerekek együtt játszhatnak, és van egy planetáriumunk, az ország jelen pillanatban a legnagyobb planetáriuma, és ez mind lehetővé teszi szerintem azt, hogy együtt tölthesse a család itt az idejét. Mind az oktatásban, mind akár a családi programokban, de az oktatást tekintve ez a digitális játéktér és a planetárium lehetővé teszi a diákok számára, az iskolák számára, a tanárok számára, hogy a itteni környezetben egy kiszakadva egy picit az iskola kötelékéből sokkal játékosabb formában el tudják sejteni a tananyagot, vagy egy olyan ismeretterjesztő műsort lehessen számukra nyújtani, amivel tanulhatnak, szórakozhatnak, játszhatnak közben. Hát örömmel jelenthetem, hogy 103 település csatlakozott már az Európa Kulturális Fővárosa programhoz, és hát Alsóörs ezek közül az egyik első volt. Azt gondolom, hogy ez köszönhető az itt lévő erős közösségnek és a nagyon progresszív városvezetésnek. Ez a helyszín, amit most adunk át, a mai napon nyitunk meg a közönség előtt, ez egy bizonyítéka annak, hogy Alsóörs mennyire komolyan veszi a kultúráját, a múltját és a jövőjét. Már most is sikerült a Veszprém Balaton 2023-mal közösen együttműködnünk. Én nagyon bízom benne, hogy az jövőben is ki tud teljesedni, és mondjuk 2023-ra egy olyan térrel tudunk szolgálni itt a környező településeknek és Veszprémnek is, ami méltó lehet a Európa Kultúra és Fővárosának megünneplésére. Veszprém már a pályázati szakaszban felismerte, hogy igazán sikeres csak 5 körülvevő világgal lehet, vagy az 5 körülvevő régióval, és hát Alsóörs azt hiszem talán 8 kilométerre fekszik Veszprémtől, és ezzel szállunk kötődnek egymáshoz társadalmi, gazdasági kapcsolatok tekintetében is, és hát kulturálisan is. Ez a helyszín meg egy annyira unikális színfolt, így a Balaton régióban, azt hiszem, hogy nagyon sok rendezvényet tudott mondani, a koncertektől a színházi rendezvényig, úgyhogy mindenképpen helyszínként is számolunk velük, és hát úgy látom, hogy itt a helyi közösség is nagyon aktív, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon megbiztos, hogy meg fogjuk találni az EKF programban a helyét.
Az átadó ünnepségen Kálmán Csaba lelkipásztor kért áldást. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és adjon néktek békességet. Amen. Majd Berkes Péter plébános szentelte fel a létesítményt. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a hagyományaink tisztelete mellett olyan funkciót találtunk ennek a helyszínnek, amelyik reméljük, hogy a helyiek és vendégeinknek is egy kedvenc célpontja lesz. Megnyílt tehát az alsősi varázserdő varázserő. Az első nap koncertjére is már sokan voltak kíváncsiak, ami jól demonstrálta, hogy az igényes zene egy igényesen kialakított helyszínen sokakat vonz. Alsős új létesítménye nagy jövő előtt áll, gazdagítva ezzel nem csak a település, hanem Veszprém megye és a Balaton régió kínálatát is. Köszönjük szépen!